Szervusztok, kedves gyerekek! A mai írás óránkhoz készítsetek elő egy varázslatos vázolóceruzát, egy írólapot és a játékház betűtanítás írás munkafüzet második részét. A mai írás óránkon egy új írott nagybetűt fogunk megtanulni, ez a nagybetű a B betű lesz. Nézzetek fel a táblára, és nézzük meg, hasonlítsuk össze a nagybetűvel. A nyomtatott nagybetűt már ismerjük, és ennek a írott változatát fogjuk ma megtanulni. Hasonlítsuk össze a két betűt. Miben hasonlítanak? Hasonlítanak abban, hogy egy álló egyenesre két buborékot rakunk rá, ahogy a kisfiú is fújja a buborékot. Ebben hasonlítanak. Miben különböznek? Hát különböznek abban, hogy az írott nagybetűnek egy kicsikét hajlékonyabb az álló része. Egyébként hogyan fogod majd megismerni? Úgy fogod megismerni, két buborék van rajta. És akkor most nézzük meg, hogy ez a nagybetű milyen betű elemekből áll, szedjük szét. Először is áll egy balra forduló nagy kampóból, és utána pedig egy jobbra kanyarodó két fél körből. Ha ezt a két betű elemet egymásra építjük, akkor kapjuk meg a nagy írott B betűt. Mutatom a táblánál sorrendbe. Kezdőpontra teszem a ceruzámat, föntről lefelé indulunk. Föntről le egyenesen, balra kerekítem, majd fölemelem a kezemet, és a kezdőponttól kicsit balra elé helyezem, jobbra kerekítem egy fél kör, de ugyanazon a vonalon vissza, és még egy fél kört rajzolok. Tehát mutatom még egyszer, fentrőlre balra kampó, elé helyezem egy kis fél kör, és még egy fél kör. És akkor most ezt a betűt helyezzük bele a vonal közbe. Itt láthatjuk a hármas vonal közt, ahogy tanultuk, a vastag vonal a padló, erre építettük rá a Szoba utcát, a Szoba utcán van a Padlás utca, és a vastag vonal a padló alatt pedig a Pince utcája. Nézzük meg, hogy az új betűnk most hol lakik. A mi betűnk a padláson kezdődik, méghozzá a legfelső vonalról, egyenesen le a padlóig, balra kerekítem, majd fölemelem a ceruzámat, és egy kicsit a bal oldalra elé menve megrajzolom az első kis félkarikát a vékony vonalig, a vékony vonalon egy picit jövök jobbra, onnan még egy buborékot az aljára a padlóig. Tehát hol lakik az új nagybetűnk? Lakik a Szoba utcájában, és lakik a Padlás utcájában. Hol kezdem a betűt rajzolni? A padláson kezdem el rajzolni. És hol fejezem be? Két helyen a Szoba utcájába fejezem be az írását. Most nézzük meg, hogy hogyan kapcsolódik a nagybetűhöz más kisbetű. Megrajzolom a B betűt. Fentről le, balra kerekítem, nagy kampó, egy kis félkör, még egy kis félkör, fölemelem a ceruzámat, és az alsó kis buborék közepéhez illesztem, innen írom az első betűt, mint például az I betűt, ferdén fel, kis kampó, és pont a tetejére. Most nézzünk meg egy másik kisbetűt is, amit kapcsolódtunk hozzá. Hopp, ez leesett. Tehát felmegyek a padlásra, kezdőpont, egyenesen le balra kerekítem, fent a padláson a vonal elé megyek, egy félkör, még egy félkör, fölemelem a ceruzámat, az alsó kis buborék közepére helyezem a ceruzámat, és innen írok egy E betűt, be. És
nézzünk meg egy újabb betűt, egy A betű kapcsolását, ami a legnehezebb szerintem. Tehát a padlásról indul a ceruzám, egyenesen le balra kerekítem, a kampó elé teszem a ceruzámat. Egy buborék, még egy buborék. Megint fölemelem a ceruzámat, az alsó buborék közepére helyezem, és innen C-s kötéssel egy A betűt fogok írni. Fent kerekítem, lent kerekítem, bezárom, és egy kis kampó. És ezzel leírtuk azt, hogy ba. Miért van szükségünk nagy betűkre? Miért is írunk ilyen nagy betűket? Hát azért kell a nagy betű, mert a mondatokat mindig nagy kezdőbetűvel kezdjük el, illetve a személyneveket, tulajdonneveket is nagy betűvel írjuk. Például Balázsok, Bálintok, Biankák, Blankák, Beáták, Beatrixek nevét ezzel a betűvel fogjuk írni. És akkor most egy kis új tornára hívlak benneteket, mert utána majd áttérünk a füzet írására is. Légy szíves, utánozzatok engem, és mondjátok velem a mondókát. Emeljük fel a kezünket, és az ujjainkat mozgatva mondjuk a következő mondókát. Esik az eső, süt a nap, Paprika Jancsi mosogat. Hát az öreg mit csinál? Hasra fekszik, úgy pipál. Mondjunk egy másik mondókát is, ahol az ujjainkat egyessével fogjuk összeérinteni csip-csip csókával. Készen vagytok? Akkor indul. Csip-csip csóka, vak-var-júcska. Komám asszony kéreti a szekerét, nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta, hes-hes, és rázzuk le a kezünket. Megvolt az új tornánk, és akkor most térjünk rá a munkafüzet írására. Miután bemelegítettük az ujjainkat, most megpróbálkozhatunk az írólapon egyedül felvázolni ezt a betűt. Készítsétek ki a lapot, helyezkedjetek el kényelmesen, vegyétek kezetekbe a ceruzát. Föntről kezdjük, kezdőpontot kijelölöm magamnak, és egyenesen le, balra kerekítem, nagy kampó. Elé megyek, és jobbra kerekítem, egy kis buborék, visszamegyek a vonalon, és a másik buborék. Ezt többször elismételhetitek, például váltsunk színt, újra fentre kezdőpontra helyezem a ceruzámat, egyenesen le, balra kerekítem, elé megyek, jobbra kerekítem, egy kis félkör, jobbra kerekítem, második félkör. Ezt többször végezzétek el, miután úgy érzitek, hogy már nagyon jól megy, akkor rátérhetünk a munkafüzetre. A munkafüzetben láthatjátok a nagy nyomtatott B, illetve a nagy írott B betűt, nyugodtan írjátok át mindegyiket. Tehát fentről kezdjük, egyenesen le, balra kerekítem, elé megyek, jobb buborék, jobbra még egy buborék. Aztán egy nagy kampó, megint fentről, egyenesen le, balra kerekítem, erre is rátesszük a buborékot, elé megyek, egy buborék, két buborék. Írjuk át mindegyiket, fentről egyenesen le, balra kerekítem, jobbra egy félkör, és még egy félkör. Fentről egyenesen le, balra kerekítem, elé megyek, jobbra egy félkör, és még egy. Ha úgy érzed, hogy nem igazán magabiztos, akkor menj vissza az elejére, és akár még egyszer egy másik színnel újra átírhatod a betűket. Ha ezzel készen vagy, akkor léphetünk a kisebb vonalazású betűkhöz. Nagy kampókat írunk először, fentre teszem a padlásra ceruzámat, egyenesen le balra kerekítem. Megint föntre kezdőpontra, egyenesen le balra kerekítem. És most már rátesszük a buborékokat is.
padlásról egyenesen balra kerekítem, elé megyek, jobbra kerekítem, be középre, jobbra kerekítem, be. Ezt így szépen végigírjátok. A kezdőpontnál egyedül írjál betűt, ha úgy érzed bizonytalan vagy, akkor nyugodtan menjél vissza az elejére, és kezd újra az írását. A továbbiakban a betűkötéseket szépen egyedül meg tudod csinálni. Jó munkát kívánok hozzá!